Isten áldja kedves televízió nézőket! A mai üzenet címe a húsvét üzenete a múlt heti adás folytatása. Jézus a húsvét ünnepére megy fel Jeruzsálembe. Nézzük meg a Biblia szerint, hogy a diadalmas bevonulás után mi történt a kereszre feszítés előtti napokban. Úgy is mondhatjuk, hogy az utolsó hét Jézus tudta, hogy miért megy Jeruzsálembe. Tudta, hogy mi vár rá? Tudta, hogy kereszthalált kell hallnia és elhordozni a világ bűnét. Tehát a diadalmas bevonulás Jeruzsálembe, az írás szerint, tehát a Máté Evangélium 21 től 11-ig írja. Jézus számára háton von, Jézus vonult be Jeruzsálembe. Egy héttel számára előtti vasárnapon. előtti vasárnapon az emberek a felső ruháikat felső földre terítették mások pedig gaijakat szakítottak a, és a földre szólták, az előtte és az utána menő sokaság pedig azt kiáltotta. Hozsánnál a Dávid fiának áldott, aki ő az úrnak nevében. Jézus Isten fia, mégis megalázta magát, bevonulhatott volna angyali sereggel, megmutathatta az ő mennyei hatta, megmutathatta volna az ő mennyei hatalmát, akkor valószínű, hogy mindenki elhitte volna, hogy ő Isten fia. Jézus mindvégig arról gondoskodott, hogy az ő tanítványait tanítsa, és az utolsó percig arról beszélt, hogy milyen hatalmuk van, és lesz ő általa a hívőknek hitáltal. Hétfőn két esemény történt a Jeruzsálemi bevonulás után. Ez volt a Biblia, szerint, a Biblia szerinti, a Fügefa Elszáradása Máté Evangélium 21.18-tól 21-ig olvasható, ahol bemutatja Jézus a gyümölcstelenség következményét. Mert akik hisznek és szeretnek, azok gyümölcstermővé válnak, és azt is bemutatta, hogy Isten szavának, a kimondott szónak teremtő ereje van. Szintén hétfőn Máté Evangélium 21.12-től 17-ig Jézus megtisztítja a templomot a pénzváltók és az árusoktól. Az új szövetségi szentírás szerint a megtért, újjászületett ember hitáltal Isten szent lelkének a temploma. Nézzük a keddet. Jézus megkenése. Simon házában egy asszony drága illatos keretet önt Jézus fejére. Életük végig gyűjtötték ezt a drága olajat, ezért zúgolottak a körülötte lévő emberek. Sokszor nem értünk dolgokat, és szeretünk zúgolódni. Igen. Jézus ezt választja a körülötte lévő zúgolódóknak. Hát, Evangélium 26-ban. Mert amikor ő ezt a kenetet az én testemre öntötte, az én temetésemre nézve cselekedett. Mert a zsidók megkenték a halottaikat illatos kenettel, bár Jézus még élt, ott volt. Ez az asszony jelezte a hitét felé, és azt is jelezte, amiről már Jézus beszélt, hogy a kereszt hogy kereszt kell halnia. Meg is emlékezik a Szentírás erről az asszonyról. Szerda. Júdás elment a papi fejedelmekhez, és megalkudott harminc ezüstben. Ezzel elárulva Jézust, és a kezükre adta. A található, Máté 26.14.16-os résznél található ez az ige szakasz. Jézus Isten fia, tudta, hogy Júdás elárulta. Ha Júdás bűnbánatra tudott volna jutni, megbocsájtott volna neki, de mikor Júdás felismerte, hogy mit tett önmagának, nem tudott megbocsájtani. Pontos a megbocsájtás és a bűnbánat. Isten pedig megbocsát, mert hű és igaz. Nézzük a csütörtököt. A Szentírás szerint Máté 26.17.29 29 idézi. Jézus akkor vette a tanítványokkal a húsvéti báránt. Nevezik úgy, hogy az utolsó vacsora. Nézzük, mi történt. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte azt a tanítványokkal, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, adta nekik, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus teste értünk töretett meg. A kereszten és Jézus vére értünk ontatott ki a Golgotai kereszten. Az új szövetség szerzője. Isten fia Jézus és az ő vérében hitáltal, van bemenetelünk az Atyához. Nos, a húsvét legfontosabb üzenete, hogy Isten fia önmagát áldozta, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk és szabadokká legyünk, mi emberek. Ez Isten szeretete minden ember számára. Még mindig csütörtöknél tartva a helyszín a Gecsamáni kert, ahová Jézus a tanítványokkal ment a vacsora után. Nos, ott gyötrelmes órákat élt át. A sártán folyamatosan kísértette, hogy adja fel. Jézusnak a homlokán véres veríték jelent meg a küzdelemtől, de ő nem adta fel. Betöltötte az Isten akaratát, az emberek helyett ment a keresztfára, hogy kifizesse a váltságdíjat. De mindvégig látjuk, utolsó percig az ő göndviselését és az ő szeretetét, ami be is mutatott, ugye tudjuk, az élete árán. Csütörtök éjszaka, a gecsamáni kert volt az a elfogatás helye, ahol Júdás egy csókkal árult el Jézust. A jövő héten folytatjuk, kívánom minden ember számára, hogy világosodjon meg a szívében a húsvét valódi üzenete és értéke. Isten áldjon neked!